Környezet- és természetvédők fogtak össze egy születendő egyezmény ellen. A képeken is jól látható, hogy épp egy óriási falut fújnak fel a tiltakozók, akik trójai egyezményként emlegetik az EU és az USA között születendő szabadkereskedelmi egyezményt. Véleményünk szerint ez a készülő egyezmény, noha a munkahelyeket ígér, meg a kereskedelem fellendülését ígéri, meg a gazdaság növekedését, valójában rejtett kockázatokat tartalmaz. Többek között veszélybe sodorhatja mindazokat a vívmányokat, amelyeket környezet és természetvédelem terén, élelmiszerbiztonság, egészségvédelem, szociális jogok terén elértünk az elmúlt évtizedekben. A természetvédők szerint az emberek többsége még nem is hallott a tárgyalás alatt lévő egyezményről, így a figyelemfelkeltés az első lépés, a második pedig a tiltakozás. A trójai faló egyébként már egy ideje járja Európát, Magyarország nem az első állomás volt. Ez a trójai faló egy európai turnénak a része. Dániából indult szeptember közepén, majd Németországban, főleg Berlinben volt több ilyen akció, és most érkezett Magyarországra. A Magyar Természetvédők Szövetsége a Földbarátai Nemzetközi Hálózat tagjaként olyan kereskedelmi rendszert szeretne, amely az embereket és a bolygót szolgálja. Véleményük szerint nem lehet hagyni egy olyan egyezmény megszületését, ami lehetővé teszi az óriás cégeknek, hogy semmibe vegyék a környezetvédelmi, fogyasztóvédelmi és szociális vívmányokat.